is Alen Grcek. I'm in defense. I'm really happy that the club, the president, GM, and the full board give me the chance to improve myself in the Hungarian league. Először is szeretnék köszönetet mondani az ügyvezetőnek és mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy itt legyek. Szeretnék jó napot, sziasztok, köszönni a szurkolóknak és mindenkinek, aki szereti a kosárlabdát itt Zalaegerszegen. Örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy bemutatkozzam itt helyben. Of course I know a lot of things about Zalaegerszeg history of basketball, and I know that Zalaegerszeg was the club with great history, four-time national championship, four-time cup championship, and that's really good things. And this club, this city, of course, deserved much more than showing till now. Természetesen ismerem az Alegerszegi múltat, ismerem az Alegerszegi kosárlabda múltat. Tudom, hogy négyszeres magyar bajnok és magyar kupa bajnok a csapat, vagy a klub múltjában, ugye ott volt az a csapat. My first step, I mean first goal, when I come here from first day, I'm starting to thinking about that. So I come here to push this difficult situation up, and first of all to start to show even in Saturday games different with rotations with these little things which is very important during the game, but on the Saturday game and upcoming game in Wednesday, just go in there, put everything. And that's it. Okay, így van. Tehát ahogy mondtam, az én filozófiám teljesen más, mint az előző edzői. Amiben nagyon tudunk változtatni, vagy amiben tudunk most még változtatni ez a rövid idő alatt, az a védekezés, mert a védekezés szívből jön, az vagy ott van szívből, vagy nincs ott. Ugye a védekezésben lesznek elsősorban a változások. A támadásunk terén körülbelül a 20-30%-ánál van a csapat ott. Az én elképzelésem szerint ezt lépésről lépésre fogjuk felépíteni majd a következő időszak során. Természetesen most a szombati Sopron elleni és a következő hét szerdai Kaposvár elleni mérkőzésen ezek még nem valószínű, hogy meg fognak látványosan jelenni, de dolgozunk rajta és lépésről lépésre fel fogjuk.